mindenképpen fel kell emelnünk a szavunkat minden olyan megnyilatkozás ellen, amely valótlanságot állít, csúsztat, türelmetlenségre szít, nyíltan vagy burkoltan gyűlöletre buzdít, mert ez nem sajtószabadság. Rendkívül sajnálatos és megdöbbentő, hogy ezen a vidéken, még a vajdasági magyarság körében is a szabad véleménynyilvánítás néha ökölbe ütközik, és egyesek úgy vélik, hogy önbíráskodhatnak, csak azért, mert valakinek más véleménye van. A hír szent, a vélemény szabad. Állandóan ezt hirdetjük, és fáradhatatlanul, de tudjuk, hogy csak annak a hírnek, igazságnak és véleménynek van hitele, amelyiknek neve és arca is van, vagyis amely mögött az az újságíró áll, aki megpróbálja magát függetleníteni az aktuális hatalomtól, a pártoktól, de nem próbálja meg függetleníteni magát a saját közösségétől. Mint ahogyan a vajdasági magyar média sem függetlenítheti magát az olvasóktól, a nézőktől és a hallgatóktól, vagyis az itteni magyar közösségtől, mint ahogyan a neve is mondja, a közszolgálatától.